Jó reggel, Vietnám! Csácsomi csöte ezt a csokorára és traktorkára körülve a csatornán képen jelentkezik a következő csodálatos videó sorozat, amiben el fogjuk érni az 1 milliárd eurót, hogyha törik, ha szakad, hogyha nem sikerül, akkor mindenképpen törlöm a csatornát. Tudom, hogy egy csomóan írtátok, hogy úgyse fogom törölni, de igen, meg fogom tenni, nem fogom megtenni, mert el fogjuk érni az 1 milliárd eurót, mert egy csomó minden ötletem van egyébként, hogy lehetne megvalósítani mindenféle trükk és csalás nélkül. Szóval nem hiszem, hogy szeretném, nem, egyszerűen nem akarom feladni. Azért is választottam egy ilyen célt magamnak, vagyis egy ilyen kockázati tényezőt, amit, hogyha nem sikerül megcsinálnom ezt a célt, akkor ugye törlöm a csatornát, mert úgy gondoltam, hogy ez elég motivációt ad majd nekem ahhoz, hogy ezt meg is valósítsam, és folyamatosan még a meló helyen is azon törjem az agyam, hogy a francba tudom megcsinálni ezt az 1 milliárd eurót. Jó! Egyébként egy csomó minden szabályt lefektettem magamban, meg egy csomó minden módot küldtetek, de igazából mindenhova. Az nagyon tetszett, hogy az Instagramtól elkezdve, megán, Facebookon, ugye Bolek Attila, meg még egy csomó helyen, küldtetek mindenféle linket, meg mindenféle mondatot, úgyhogy győztem összeválogatni, mert nem akartam sokáig húzni az első részt, mert engem is érdekel, hogy fog ez megvalósulni. Meg még ráadásul összeraktam magamnak ide egy kicsi pályácskát, ami azt jelenti, hogy úgy pályát, hogy ugye... Egy kicsit módosítottam rajta, mert tudjátok, hogy legyen egy kis feelingje az egésznek. Beraktam a modokat, amint látjátok, 632 darab eurónk van. Ebből kell gazdálkodnunk, van néhány gépünk kezdetnek, de majd mindjárt meg fogjuk látni. Ebben az első részben úgy gondoltam, hogy semmilyen körülmények között nem lesz sorskártya. Össze vannak írva egyébként, rengeteg jó dolgot küldtetek, és még küldhettek is, mert a sorskártya dolog az fog létezni, de egy kicsit megváltozott, mert nagyon sokan írtátok egyébként, hogy nagyon jók a sorskártyák, néhányan írtátok, hogy ne legyen sorskártya. Úgyhogy erről majd beszélek közben, de múlik az idő, és azt találtam ki többek között szabálynak, hogy minden egyes rész pontosan egy óra legyen, és egy perccel se több, és így tervezhető egy kicsit az egész. Nem az van, hogy abba hagyom majd, tudjátok, hogyha ezt még megcsinálom, meg azt még megcsinálom, meg a bálákat behortom, meg még lemosom az MTZ-t, azt így szoktak 3 órás videók lenni, amik egy kicsit azért elvetemülten hosszúak szoktak azért lenni. Inkább legyenek sűrűbben videók, de egy kicsit ilyen normálisabb rendszerbe szedve dolgokat, meg így akkor így végigkövethető, hogy hány óra alatt sikerült megcsinálnunk az 1 milliárd eurós kívást. Mindenféle trükk és csalás nélkül, leginkább retro gépekkel, egyébként rengeteg mód van benne a játékban. De vágjunk bele, mert ja, egyébként raktam be ezt a módot, amikor külső nézetben ezt nagyon szereti a képet. Na de ne húzzuk az időt, nézzétek meg. Hát a kezdőgép az ne legyen más, mint a legelső teherautó. Hát nem traktort hoztam magamnál a legelső gépnek, hanem egy teherautót, ami a Ford T-Model platós verziója, ugye? Ez egy nagyon csodálatos jármű lesz, úgy gondoltam, hogy ezzel így álljunk neki a dolgoknak. A sztori, van egy kis lore is, egy kis háttértörténet, hát az a lényeg, hogy most érkezünk igazából alsó ujlakra. Tudjátok, hogy az FS19, úgyhogy már nem alsó ujlak, hanem talán alsó szeg, de igazából nekem mindig is valószínűleg új lök maradt, tudjátok. Na, no, oda nézzetek. Igen, egy kicsit olyan... Kicsit sáros ez a jármű. Hát nem is lehet kinézni oldalra. Úristen, akkor az hogy? Van indexünk egyébként? Ebben az időszakban volt még index? Hát lehet, hogy nem. Egyébként néhány ilyen játéktechnikai modot is helyeztem fel a játékba, mint látjátok, hogy a motor teljesítményt ugye ezt jelzi. És a slippet is, a slip az azt jelenti, ugye, hogy mennyire csúsznak a kerekek. Ez nagyon hasznos tud lenni, hogyha például szántasz, vagy éppen vontatsz, és látod, hogy miért nem megy a traktorod, hogy azért, mert csúszik a kerék, vagy azért, mert más probléma akar, például az, hogy a motor teljesítmény nem elég. Na, gyerekek, erre megyünk, ugye, természetesen nem a TS telepen kezdünk, hanem csórók leszünk, mint az állat, TS telepet meg tudjuk majd később venni. Meg fogom mutatni, milyen földeken kezdünk, de egyébként azon kívül, hogy rengeteget fogok beszélni, arra gondoltam, hogy nagyon sokat fogunk beszélgetni. Kicsit ilyen vlogszerű is lesz az egész, az ami abba fog megnyilvánulni, hogy lehet, hogy milyen napi dolgokat, hogy mi történt, de nem arról is beszélünk, meg régi dolgokról is beszélünk, úgyhogy soha mindenről fogunk beszélni. Na, meg is érkeztünk, itt ennél a kártyúnál tudunk bemenni. Balra. Egyébként néha, ja, mert még szerintem töltőket azért edzem meg. Ide megérkeztünk. Csodálatos itt a nagy gettó tócsa közepén. Így meg is állunk, kiszállunk egy picit. És megnézzük, hogy mi is van a birtokunk. Már vannak olyan dolgok szerintem, amik az rettenetesen ismerősek lehetnek sokatoknak. Például
az első újlag MG-t, ENSZ-es sportkocsi, ami az egyik sorozatunkban, tudjátok, amikor Lengyelországba került a csávó, ott használtuk. És itt van, igen, és itt van ez a fészer, vagy ez a műhelyszerűség. Van egy kerti budink, de nézzük végig sorba, oké? Okay? Nézzük végig, hogy mi az, amiből gazdálkodunk. Hát mindig van egy garanykukac, annak kell lennie gyakorlatilag. Régen ugye a mi világunkban, amikor én voltam gyerek, azt szokták mondani, hogy onnan lehetett tudni, hogy a paraszt gyerek mennyire gazdag, hogy mekkora a garanykukac az udvarába. Hát már mi akkor nagyon gazdagok vagyunk, úgy látom. Na, van itt egy kis shit a konténerbe, meg van egy kis szemét, már miért ne legyen. Meg akkor mi van? Van egy krumpli ültetőgép, az csodálatos, nagyon örülünk neki. Mehet, akire be lehetem menni, figyeljé. Úgy, itt nincs semmi, úgy látom. Parfis, ezek nem működnek, nem használhatom, viszont jó rezsicsökkentés, ne nagyon használjunk gázt, fütteni nem szabad, nem tudom, nyár van most. A season módot nem használunk. Season mód olyan szinten megnehezíteni az 1 milliárd eurós kihívást, hogy igazából szerintem a végtelenségig csinálnánk, így is oda addig fogjuk csinálni. De, oh, wow, hát gyerekek, micsoda. Micsoda csodát találtuk itt. Ó, például van 2 vödör, ami használható, az már nekünk jó lesz. Mondtam én, hogy készültem, hoztam magammal egy MTZ-t, ami nem true, de hogyha megöltök, akkor sem tudom a nevét pontosan. Ugye ez még az 50-es előtti MTZ-k, nem is tudom, MTZ-4, vagy minek nevezték? Na de majd mindjárt meg fogjuk nézni, ugye itt már azért a 82-es, vagy az 50-es, az 52-es és a 80-82-es MTZ-re kezdett folyozni ez a csodálatos gép, ami jóval előtte van. Azt lehet tudni róla, hogy annak ellenére, hogy van itt egy generátorunk, de egyébként az önindítója ezeknek a traktoroknak még úgy működött, hogy egy kisebb robbanó motor, gyakorlatilag egy kicsi motor indította el, és utána az indította be magát a nagy dízelmotort, ami benne volt. Hoppá, bele is ültünk. Igen, egy Belarus 48M, ha jól láttam. Az volt a... Ó, hát még a gumicsizma is. Itt van könyvek, és jött vannak biztos Lenin élete, vagy nem tudom. Jó, koszos az ablak, néha meg kéne pucolni, de egyébként rettenetesen hangulatos ez itt kifele nézegetni. Csipkefüggvény, nem tudom minek a... Ja, itt a sporhelyet, egység, hát akkor itt össze is dobhatunk mindjárt valami. Az mi az, húsdaráló vagy a falon, vagy mi az? Valami kávédaráló, gyerekek, a friss kávé, de vicce, ott meg a köcsögök lógnak föl. Hát ez tiszta jó, gyerekek, nagyon jó. Na, akkor van 3 gyógyszerünk, minden csodálatos. Megyünk ide ki? Belülről nincs, nem nyílik az ajtó, nincs kilincsre, gyerekek, úgyhogy ez halál komoly egyébként, észrevettem, amikor leraktam ezeket, hogy kívülről lehet nyitni, de ha megnézed, tényleg a reteszint van, érted? Hát hogyan akarod belülről nyitni, ha egyszer nincs is kilincs, de még a kilincs lenyomása is animálva van egyébként. Van egy krupli pörgetőnk, igazi vérparaszt gyerekek azok talán tudják, hogy mi ez. Ez ugye krumplit falura általában nem úgy szedik, hogy nagyon gépesítve lenne. Hogyha van egy krumpli pörgető, az már egy csoda dolog. Az azt jelenti, hogy ezzel a krumpli pörgetővel gyakorlatilag a földből így ki tudod csapatni. A krumplit is utána szépen kézzel az azt, hogy ők össze tudják kapkodni, hát csodálatos, csodálatos. Van egy 3-as ekénk, mert miért ne legyen. Ezt a 3-as ekény, gyerekek, ezt még kézzel is elbírod, de durva. Jó. És van egy izénk, van egy kultivátorunk, van egy pottyantos izénk, ha szarni akarnánk esetleg. Itt persze, itt meg lehet pihenni, hogy nagyon árnyék egy izény, vagy a fény betűzzön. Van egy-két fa itt a területen, és igazából ennyiből gazdálkodunk. Nagyon gyorsan megmutatom, nem azt, hogy milyen motorgépek vannak, mert rengeteg motorgépet sikerült beraknom. Mert rengeteget küldtetek, meg rengeteg ötletet, meg mondtátok, hogy mi legyen. Csináltam egy ilyen, eléggé, jó sokáig tartott egyébként. Csináltam egy ilyen elég nagy pakkot, amit így bepakoltam, majd később valahol feltöltöm, és akkor ki fogom rakni, de egyébként leginkább befasnál moddingról van leszedve, meg igazából rá meg lehet őket találni, szerintem senki nem okoz nagyon gondot. Ugye a járművek, amik vannak, azokat akarom először is megmutatni, hogy nem olyan nagyon nagy pénz van belefektetve, tehát hogyha eladnék mindent, akkor sem tudnék venni komolyabb dolgokat. Amint látjátok, van itt ez a Ford. Mi ez mégse egy Ford T-modell? Ugye? Azt hittem egy Ford T-modell, de nem. Hanem egy 170
7 CI Ford i4, nem tudom pontosan, hogy mi az. Az autó segítségével könnyedén eljutsz A-ból B-ben, Lambo, van ez a Belarus, ugye, ez is csak 3927-et érne, hogyha eladnám most. Van ugye a Krumpli, betőgépünk, gyakorlatilag ültetőgépünk, betakarítógépünk. Ne feledd, hogy a gép használata előtt lomtisztítóra is szükség van. Erre kíváncsi vagyok, hogy ez fog-e működni, vagy lomtisztítót az kell-e használnunk. Van ugye egy ekénk, látjátok, az is ilyen 323, 186. Van ugye a kultivátorunk, 600 valamennyi, a gyakorlatilag a pót, ahol lakunk, az 3267. bekerül, meg Vödör 74, meg ilyesmi. Ó, ja, igazából ez kerül valamennyibe, de semmilyen körülmények között nem akarom eladni, nem abból akarunk meggazdagodni, meg ugye a fák, meg egy-két dolog van. Semmi olyan extra nagy összeget felemésztő dolog nincs nekünk, tehát nem vagyunk gazdagok. Annyira gondoltam, hogy a portkocsira lehet, hogy rá fogok állni, hogy kinyissem, hogy megmutatom azt is, és akkor neki is fogunk állni már itt kapásból dolgozgatni. Mondani, még egy tükör is meg van csinálva, a gyerekek. Jobb oldali tükör, miért nincs a régi járműveken, tudjátok-e, gyerekek? Mert igazából mondhatni fölösleges volt, nem is volt kötelező, ugye, apám. Na, hát ez lehet, hogy egy külső nézet. Egyébként külső nézetben is egész jól néz ki a téma, de hát jó, elég puritán, úri lány, de valamit lehet vele csinálni, hogy csak addig akasztok föl ezzel, hogy ugye X-el szépen kinyissam, és akkor utána egyten nagyon szépen el lehet héderezni, ugye be lehet menni, aki nem ismeri ezt a modot. Várjál. Ezt így meg tudja nézni, mindjárt megmutatom neki, aztán neki is állunk dolgozni ezerrel, mert baromira nem érünk rá. Ugye szándékosan nincs portkocsim, azt gondolom, hogy észrevettétek. Vajátok, ide állok a izébe, a gondolom, hogy kocshoz. Oké. Ja, ilyen automata csatolás, meg csomó modot egyébként nem raktam be, ilyen játékmechanika megváltoztató modot, mert igazából célunk van, és akkor azt el kellene érni, nem feltétlenül RP jellegű sorozat, hanem inkább akkor ilyen. Majd kicsit azért csináltunk egy kis lort, vagy egy kis ilyen történetet, hogy itt most érkeztünk meg, de igazából a munkára fogunk koncentrálni. Na, akkor... Mit akartam? Ja, bemegyünk ide, megnyugtatom, hogy itt mi van. Nézzétek, ez még a Ansóvilag 1956-ban Keeper TMK műhelybe szereli a Babettát. Ez természetesen én vagyok. Ugye van egyébként egy ilyen, hogy módosítsuk a textúrákat a játékon belül tutoriálom, ha akartok, rá tudtok keresni. Én fabrikáltam ezeket a textúrákat ez a járműhöz. Jó, akkor... Mi az, amit kellene csinálni? Egyébként csomó mindenen gondolkoztam, például ugye favágást mehetne, csak nincsen láncfűrészem. A láncfűrészeket nézzük már meg, hogy az mennyibe kerülnek, mert el is felejtettem, hogy nincs láncfűrészem. A láncfűrész az 1000-be kerül a minimum, úgyhogy baj, 50-be kerül a stíl, ez az old, jó van, ezt még esetleg meg tudnánk venni. De viszont akkor tudnánk ugye fát vágni, abból tudnánk egy kis pénzt csinálni, bár ezek a fák ugye, ezek az úgynevezett, ezek nem ilyen növesztett fák, hanem ilyen dekorációfák, ezek nem nagyon adnak egyébként túl sokat. Kut. Úgyhogy ebből nem fogunk meggazdagodni. Inkább azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy itt van egy kis földterületünk, itt a telekbe, azt lehet, hogy fel kellene szántani, ezt el kellene ültetni valamivel, leginkább krumplivel, mert ugye krumpli ültető gépünk van, meg pörgetőnk, meg kultivátorunk, meg más nagyon nem is nagyon tudnánk csinálni, úgyhogy valószínűleg, hogy ezzel kellene foglalatoskodni, de el kellene menni magot venni, mert az meg rohadtul nincsen. Jó, akkor el kellene menni magot venni, elmegyünk ezzel, megpróbálom, hogy ez működik-e. Kicsit külső nézet ezek, jó, szeretem egyébként a külső nézetet, bocsánat, aki annyira nem. Emeljük a boltba, veszünk ütetni való krumplit, aztán felszálltsuk a teleket, azt elütetjük. Még egyszer hangsúlyozom, hogy próbálunk hatékonyan dolgozni. Szóval, ugye elmehetnénk bérmunkázni, és ha nagyon szarba vagyunk, például elveszítenénk ezt a területet, mert az is megtörténhet. Mivel a sztorikártyák azokat semmilyen körülmények között nem vetettem el, sőt, fogok is mindjárt beszélni róla, hogy fog fölépülni, jó? A sztorikártya rendszer, az úgy gondoltam, hogy úgy fog fölépülni, hogy minden páros számú részbe, tehát
ez az első ebben nem, a másodikban már igen, fogunk úszni. És ez ugye említettem már, hogy egy órások lesznek a részek, és kb. Fél óránál, tehát 30 percnél fogunk sorskártyát húzni. Körülbelül egy, hát legalább egy 60-70 sorskártya lesz. Ebből lesznek nagyon kicsi dolgok, amik nagyon kicsi dolgot módosítanak, lehet, hogy olyanokat, ami nem is számottevő, hanem inkább történeti dolgot adnak hozzá a játékhoz. Tehát mit tudom én, hogy fogalmam sincs, beütötted a lábot, mit tudom én, nem futhatsz, vagy nem tudom, értitek, valami nagyon egyszerű dolog. Lesznek nagyon-nagyon durva dolgok, mindjárt akarok erről beszélni. Egy pillanat, jó? Például lesz egy a leg és legdurvább dolog, ami benne foglaltatik, a sorskártyákban, azokról beszélek, a többiről inkább annyira nem, az például olyan lesz, hogy nyertél földet, buktál földet. Ez a kettő lesz, és válasz, szabadon választható. Tehát, hogyha egy földünk van, akkor gyakorlatilag azt a földet is elbukhatjuk, és ilyenkor ugye valószínűleg bérmunkáznunk el, addig, amíg egy földárát nem tudjuk összeszedni, ha éppen nincsen annyi pénzük. A legdurvább sorskártyán lesz egy lottó 5-ös főnyeremény, viszont azt úgy kell dobni, hogy mondjuk, ha 100 darab sorskártya van, az 50-esnek berakjuk a lottó főnyereményt. Ami nagyon-nagyon drasztikus lesz, mondjuk 100 millió euró. Viszont, azt úgy tudod csak megkapni, ha dobsz egyszer 50-et, érted, 100 oldalú dobókockával, tehát 100-ból kihúzod az 50-est, mondjuk nyertem a lottón, de csak akkor, ha megint dobsz egy 50-est, tehát egymás után kell kétszer ugyanazt a sorskártyát kihúznod. Ahhoz, hogy mondjuk megnyerd a 100 milliót, hogyha 100 darab sorskártyával számolunk, akkor ez gyakorlatilag 100-szor 100, tehát 1 a 10 000-hez az esély, hogy ez megtörténik. Szóval ez annyira icéri-pici esélyed van rá, főleg úgy, hogy részenként egyszer tudjuk megcsinálni, hogy gyakorlatilag nulla, és azért egy 100 000 eurós összeget fogok, hát az a sikidva fogunk körülni, az meg fog történni, valószínűleg soha fog megtörténni, de ilyen nagyon extrém dolgokat is rakok be, de akkor hatványozottan nehéz lesz, tehát nem elég kihúzni azt a sorskártyát, hanem még egyszer ki kell húznod azt a sorskártyát. Ha kétszer egymás után kihúzod, akkor tudod ezt megkapni, érted? És hát erre nagyon-nagyon kicsi az esély. Na gyerekek, hát akkor vásárolgassunk, ugye, nagyzsákok, várj, valamit tizé. Műtrágya, magzsák. Hát trágyázni meg permetezni szerintem abszolút nem fogunk, mert nincsen mivel, meg miből. Na, magzsák 90 darabja, hát nem is tudom mennyit kell nekünk. Nem néztem meg, hogy a vetőgép, de mondjuk itt meg is tudnám nézni a vetőgépben, mert az kellene tudni, hol a vetőgép, gyerekek. Vadító ez. Ezt már régen megtaláltad, tudom, én meg nem. Szerintem forgató kaszálógépek. Egyébként ez valahogy lehetne sokkal rendezettebb, nem? Egyébként vannak itt még különböző... Ja, egyébként a krumpli ültetőnknél lesz, van itt vetőgép. Nézzétek, ilyen nagyon-nagyon picik, meg ilyen mindenféle. Azért, hogy ugye tényleg rettenetesen összetettre próbáltam csinálni, sok is nem itt van, baza. Hol van akkor? Van külön. Burgonya technológia. Itt van a hány literes ő? 470 literes, akkor szerintem kellene vennünk egy 5 zsákkal, ugye ilyet, és akkor neki is állunk. Bocs, hogy sokat beszélek, tudjátok, képer egyébként ilyenfajta. Remélem, hogy nem ez nagyon zavaró. Na, akkor vásárolunk egyet. Oké. Kettőt. De az, el fogom cseszni az összes pénzem. Jó, menjünk ennyit. Nem tudom, mennyi krumpli fog elfogyni oda. Jó. És akkor beülünk, azt felszórjuk, aztán adjál neki is annyi, jó? Ugye ezek egykezes zsákok, mármint egyemberes zsákok, szóval ezt így meg tudjuk oldani, hogy kézbe földobáljuk. Ez tök jó, ez is egy modifikáció, imádnivaló. Jó, szépen földobjuk, húzunk, mint a vadlibák. 400 liter azért az már nem lesz annyira rossz. Mindenképp kellett egy platós a kezdéshez. Ja, hogy ezt nem tudom lekötni. Mindenképp kellett egy platós a kezdéshez, de mindenképp egy nagyon útvart akartam.
Ugye igaz, hogy 67 a vége kilométer per órában, de a slipje az nagyon szar. Tehát ilyen nagyon komoly vontatmányokat nem nagyon tudunk elhúzni vele, mert ilyen vésligumi vannak, és már egy aszfalton is sokszor megcsúsztak a kerekek, szóval mert ezzel nem fogjuk megváltani a világot, meg a gyorsulása is nagyon retek. Úgyhogy hiába megy 67-tel, ha egyszer, azt ugye egy negyed óra alatt érje el. De tényleg az volt a cél, hogy azért ne legyenek olyan nagy előnyökkel, ne induljunk, hanem mindenképpen az elején azért szenvedjünk, de azért próbáljunk meg haladni is. Egyébként szerintem a grafika még nincs maxra állítva, mert távolban olyan csúfosak a dolgok, csak az a baj, hogyha fölmenőbe kilépek, akkor tudom állítani, és nem szeretnék. Egyébként raktam ide magamnak egy órát, tényleg szeretném tartani kb. Egy órás intervallumokat, időintervallumokat. Ne legyen olyan rattent és hosszú egy rész. És akkor minden második rész, 30. percénél történik majd meg. Jó, akkor ez ide be is állok, gyerekek. Frankon. Bele a garajba, beleléptem, jó, és a traktort akkor ki is hozzuk. Hallani egyébként a ugye robbanó belső égésű indító motornak a hangját. Nem tudom, remélem, nem túl hangos ez az MTZ. De egyébként teljesen felfedezhetőek már azok a jegyek, amik a későbbi MTZ verziókban is szerepelnek, de nagyon-nagyon jól ki van dolgozva, imádom, hogy ilyen kopott, meg tök jó az egész. Na, várjátok először, nem által felszállítani a területettel. Vagy csak kultizni kell? Nem tudom, várjátok, kimegyek, és akkor szántást igényelő, vagy nem? Szántást igényel, hogy rohadjál meg? Meg mész is kellene hozzá, ami nincsen. Hát, ezt nem tudom, hogy az áldott jó édes anyjából fogok szerezni. Na minden esetre ezt fel kellene szántanunk. Hát remélem, hogy a árvasekét elvisszük be az-e. Na, nem, akkor nagyon rácovisztunk. Na, valahogy úgy kellene felszántanunk egyébként, hogy valami értelme legyen. Ó, egyébként szép ez az MTZ, tetszik, jaj. Meg jó ez a kis telek, nem? Nagyon hangulatos. Mindenképp szerettem volna egy ilyet. Nagyon nem lett volna fontos, hogy a... Ugyan, nézzetek, slip 27% így, hallod, a fűjjel, úgyhogy lesincs ragva az eke, hallod? Ez nagyon durva, várjál. Nem is ér le az eke, ezt már csúszik a kerék, hallod? Nagyon bad. Ó, nagyon hangulat, nagyon hangulat ez a kis környék, itt belőttünk ez a kis búzával, tök jó. Na jó van, aztán majd mindjárt mondjátok, hogy össze-vissza szálltok, az valószínű, hogy elő fog fordulni, mert szálltásban sose voltam jó. Egyébként, hogy nagyjából igen, de hát ez mégiscsak egy játék, aztán ezért talán annyira nem forroltok meg rá, de mondjuk, hogyha erre dobatom, az itt tök jó lesz. Akkor szálltunk összefele, oké? Okay? Mondjuk innen szálltunk, és majd a végét lerűzéljük le, visszük. Nagyon jó lesz ez, gyerekek, na adjunk neki. És akkor azt mennyivel fogja húzni? Lehet, hogy én dobok neki egy tempomatot, mert van itt engem, hogyha ilyen tök gyorsan szántasz. Na, ez az. Még egy kicsit dobjuk rá. Ó, de jó, hallod, gyerekek, nagyon tetszik. Na, egy kicsit az elején nem nagyon kapkodunk már minek. Figyeljetek, szerintem ki is húzhatom a végére, mert... Jajjaj. Ugye utána úgyse fog tovább számítani, ha egyszer... Nem a miénk a terület, érted? Nagyon jó. Na, vagyunk ide, eléggé napos az idő egyébként. 14.46-ban nagyon nem pörgetem az időt egyelőre. Megpróbálunk minél nagyobbat, hát itt a fák mellett itt elosonunk. Egész kerítésig. Akkor szétszántunk most, jó? És akkor így dobatjuk mindig, akkor ez pont jó lesz. Ha jól sejtem, ugye? Ja, csak az a baj, hogy eddig tudunk elmenni, ameddig. Nem kérdé eleje van. Wow. Már egyből mesélhet nekem van, de nem akartam ilyen korán elkezdeni a dolgot. Pont mikor? Múlt hét pénteken volt egy 82-es, nem 82-es, majdnem hazudtam. Nem 82-es MTZ, hanem 80-es MTZ. Szépen bele kéne rakni, hogy a kerékbe a kereket az egyik barázdába, azt úgy lenne a frankó. Nagyon.
És akkor ugye oda dobatjuk tovább. Ez jó, oké. Na. 80-es MTZ volt a cégnél nálunk, ahol dolgozunk. A vitt ilyen fa hulladékot. Most én nem tempomattal megyek, de már mindjárt nem nagyon húzza. Tehát tök jó beledől a barázdába, tetszik. Próbáljunk meg a barázdába venni végig. Azért olyan furcsa érzésem volt, mert mentem át egyik műhelyből a másikba, és képzeljétek, meghallottam hátam mögött azt a tipikus 80-as MTZ hangot, vagy azt az MTZ hangot, tudjátok, az a tipikus recsegős, nem nagyon folytott kipufogóval, az ilyen nagyon, nagyon nyers, nagyon paraszt hangot, ahogy amikor lepadlózza a hülye, amikor jött fel a dombon. Hát úristen, hát olyan borsozott a hátam, komolyan. És tök jó volt, tök jó érzés volt. Mégis csak tempomattal akarok menni, mert akkor itt tök jobb áll, 9-re maximum. De nem is tud beállni, ja, itt már kérjed energiát. 100% motorlód, és 30% csúszik. Amint a kerék meg csúszik közben, oké. Okay. Jó. Felemeljük. Tekerjük a kormány. De a kormány az egy az egy 50-es meg 82-es, nem? Ez tök ugyanaz. Hát sokat nem nagyon módosítottak, a szovjetek ugye nem nagyon arról híresek, hogy ilyen hatalmas nagy reformokat végeznének a járműveiken, meg úgy semmin. Úgy például arra gondolok, hogy a Lada is, Ladát is, kockaladát is gyárták, hogy 30 éve rendületlenül, vagy most már talán nem, most tudom eddig, de elég sokáig ugye gyártották. Szóval nagyon, meg az uvazokat, ugye nem az ilyen parancsnoki uvazra gondolok, hanem azon a dobozosra, meg a platósra, hát azokat is ilyen tök hasonló stílusban, esetleg más motorral sokáig gyártották, talán még mindig gyártják. Szóval nem nagyon reformálják meg az ilyen dolgokat. Ja, aztán jött az MTZ a céghez, és képzeljétek el, a srác, aki látta, hogy nagyon nézem, azt elkezdő ilyen. Ja nem, oda mentem hozzá, megmondom őszintén, és akkor mondtam neki, hogy ne, ez az igazi traktor hang, nem a John Deere meg a törpi, hanem a jó öreg MTZ, aztán ezt megmondja. Igen, ez a feeling, ez a gázolajszak, meg ez az egész, azt is mondta, hogy nagyon tetszik neki. Azt mondtam neki, hogy gyakorlatilag én abban nőttem fel, 82-es MTZ-ben. Most azért mondom 80-as, 82-es MTZ-ben, mert külsőleg majdnem ugyanaz, ugye, nagyon minimális eltérése van. Itt egy kicsit elcseszem. Leginkább abban van eltérés, ugye, hogy a melső hajtása van a 82-esnek. Egyébként azért is tévesztett meg az MTZ, először azt hittem, hogy 82-es, de ízés ugyanilyen kerekeket raktak rá. Én pedig 80-as volt, és kérdeztem is a sráctól, hogy miért vannak azok a kerekek. Hát mondta, hogy ez dobta a gép. Gondolom, milyen volt, olyan gumi volt. Nem olyan kerekeket, hanem olyan gumikat raktak rá, ilyen. Ezt nem is tudom, milyen mintázat. Nevezik fenyőnek? Nem fenyőnek, ugye vagy annak? Lehet, hogy fenyőmintásnak. Ezt nevezik a fenyőmintásnak? Ezt nevezik ugye összeszántásnak, hogyha jól értelmezem. Jó irányba szántunk, csak ugye mivel, hogyha nem nem olyan ekéd van, amelyiket ugye tudod fordítani, akkor sajnos így, így tudod csak megoldani a szántást, vagy össze, vagy szétszántasz. Mert különben akkor így össze-vissza számtalan, nem tudsz ott visszafordulni, érted, mire gondolok. És nagyon benne vagyunk a izébe, barázdába, tök jó. Tetszik. Ja, lehet, hogy felmerül a kérdés bennetek, hogy miért nem a legújabb farming szimulátorral játszom. Kevés hozzá a mod, kevés hozzá a jó map, meg nem olyan sok újdonságot ad hozzá, mint amit én elvárnék. Gyakorlatilag számomra, amikor kipróbáltam az új FS-t, az szinte olyan érzésem volt, mint hogyha egy modolt farming szimulátor 19-szel játszanék, akkor egyáltalán nem nyerte el a tetszésem. Kövezzetek, megérte. Sajnos egyre kevésbé fejlődik a farming szimulátor részek, egyre kevésbé fejlődnek. Ennek a játéknak már igazán kiállna egy új engine. Mert ez a grafika, ez már sajnos eléggé idejét múlt.
főleg ugye, hogy az új FS is ugyanezt a grafikai motort használja, kapott néhány shader, de megmondom őszintén, én szinte észre sem veszem a különbséget. Észre sem veszem. Hogy fogy az üzemanyag? Jól van. Üzemanyag egyébként normálra van állítva, azzal is ugye először még gazdálkodnunk kell keményen. Hogy rúg a kerék? A slip, amikor tolattam az előbb, a slip az izé volt. Ugye a csúszás, az ilyen 70%-ok voltak, amikor így hirtelen megindulsz. Okay. Az a érdekes, hogy így full jobb oldalra van a kormány. Így tőlünk jobbra van, nem középen van, ezt észreveszitek? Van az MTD-n. Nagyon kíváncsi vagyok, meddig fogom tudni használni ezeket a gépeket. Ugye azért ezeket a kicsi gépeket is érdemes megtartani, nem az lesz, hogy elragadjuk, mert ugye vannak olyan munkák, ami az tök jó, egy kisebb gép is. Szóval valószínűleg úgy lesz, hogy kisebb gép megtartás és nagyobb gép vétel mellé, ugye. Mert ugye a gépi segítő használata nem lesz, nem is tiltva. Azt ugye használhatom, meg ugye kell, és azért 1 milliárd eurót összekoppintani, az nem 2 másodperc lesz. Meg nem, tényleg nem az kellene, hogy a legutolsó szántás, meg a legutolsó kultiválást is nekem kelljen véghez vinnem, mert akkor vadulunk, gyerekek, akkor vadulunk. Jó, hát figyeljetek, ekkora területen gazdálkodhatok. Direkt úgy képeztem ki magamnak a legelején, hogy legyen egy kis ilyen ranch-szerű, ilyen kis putri, meg legyen egy telek. És akkor azért tudok okosba, a telket meg tudom szántani, tudunk vele gazdálkodni. Mindenképp valami nagyon olcsó terméket akartam magamnak először, hogy azt tudja küldetni, és akkor abból ugye ki tudja gazdálkodni majd komolyabb gépeket, meg esetleg területeket. A sorskártyák azok mindenképpen úgy lesznek megoldva, hogy ugyanolyan arányban lesz a jó és a rossz. Tehát nem az lesz, hogy nagyon sok jó lesz sorskártya, és akkor az amiatt ugye könnyen elérem az 1 milliárd eurót. Hanem úgy lesz, hogy ugyanannyikor arányban legyen a jó és a rossz. Tehát akkor azért nagyjából hogy kiegyenlített lesz. Na szépen szántunk, gyerekek, komolyan mondom, szépen szántunk. Igaz, hogy a szomszéd területére rámegyek, egyébként letaposásmód benn van. Nem is tudom, az elszáradás mód az nincs benn. A letaposás benn van, elszáradás nincs. Méz kell, időszakos szántás kell, gyomosodás van, úgyhogy minden igazából van, minden nehezíti tényező van. Egyedül az elszáradás azt nem szeretném, hogy igazából megvaduljunk azzal, hogy a nehezen megszerzett cuccaink azok elszáradnak, főleg amikor majd egyedül fogunk menedzselni jó sok földet, tudjátok, akkor azért lehet szopni. Hogy rúg a kerék ott a jobb oldal? Egyébként egész jó fizika. Raktam be egy ilyen advanced, de nem tudom mi a módnak a neve. Tudjátok, benn van a gyakorlatilag a játékba le tudod tölteni, amivel ugye a járművek mozgása jobban működik, de biztos jobban tudjátok. Egyébként én rettenetesen régen farmingoztam komolyan. Szóval azon kívül, hogy belenéztünk ugye múltkor a Farming Simulator 22, mert azon kívül szinte semmit nem farmingoztam, úgyhogy inkább felejtettem így már lassan, nem is tudom, mikor játszottunk utoljára, több mint egy éve, nem? Egyébként a kihagyásnak az oka az is volt, hogy én szeretek úgy játszani, hogy tényleg, hogyha rákapok egy játékra, tehát szeretek vele játszani. Én nem tudok úgy játszani. Nagyon sokan egyébként videósoknál tök észreveszem, hogy azért játszanak egy játékkal, mert ugye annak van nézettsége, nem csak azért, mert azt szeretik, hanem tényleg arra specializálódnak, ami nagyon megy. Hát én nem tudom ezt megcsinálni, és sőt, még olyan játékokkal sem tudom megcsinálni, amit imádod. Mit tudom, én elő szoktam venni minden évben Jagged Alliance-et, de hogyha éppen nincs hozzá kedvem, akkor nem tudom elővenni, érted? Pedig az egyik kedvenc játékom, már érted, mire gondolok? Ugye szeretem úgy csinálni, hogy azzal játszok, amihez kedvem van, és Farming Simulatorban ki voltam égve. Nem, egyszerűen már
annyira benne volt a kezemben minden, annyira tudtam minden, gyakorlatilag olyan, mint hogyha sakkban gondolkozol előre, 28 lépéssel előre, és csak tudod jó, hogy meg tudod csinálni, és igazából csak idő, hogy meddig tart megcsinálni. Érted, mire gondolok? És ezért kellene egy olyan cél, meg is van ugye, amit nagyon nehéz megvalósítani, mert azért valamilyen szinten záros határidőn belül kell. Egyébként nagyon sokan gondolkoztam, hogy tudom ezt megoldani. Tehát van egy csomó módszer, amivel szerintem tudom magam segíteni. Semmilyenképpen nem csalás, meg trükközés, nincsen semmi. Hanem így nagyon sokat gondolkoztam, hogy sokat kellene belefektetni olyan dolgokba, amik hozzák a pénzt szinte folyamatosan. Tehát nagyon, például be kellene termelni nagyon sok állat eledelt, és rengeteg állatot venni, ami ugye gyakorlatilag termelné onnan a pénzt. Érdemes lenne olyan dolgokba belefektetni, amik pénzt termelnek. Most, hogyha nagyon durva akarok lenni, akkor szélerőmű, de ugye ennél kisebb dolgok is vannak. Ezeket ugye folyamatosan venni, és azok gyakorlatilag, ahogy játszasz, minél több van belőle, ugye minél egyre több pénzt tudsz belőle kiszedni, úgy is, hogy nem játszasz folyamatosan. Mármint úgy értve, hogy nem kell vele foglalkozni. Tehát játszol, csinálod a fönművelést, az állatokat, mindent, és pénzt hoznak. És minél több ilyened van, annál több pénzt hoz. És az idő előre haladtával egyre több pénzt tudsz részenként kiszedni. Viszont szabálynak állítom fel magamnak azt, hogy úgy nem lehet csinálni. Tehát ez nem módszer, hogy mondjuk mit tudom én, veszünk egy szélerőművet, és akkor így pörgetem az időt. 100 000-szeresen, és akkor nem csak semmit. A időt pörgetni csak akkor lehet, amikor értelme van, tehát így valós értelme van, tehát várjuk, hogy a földbe megnőjön valami. Tehát rendesen kell játszani folyamatosan, nem időt pörgetni folyamatosan. Értitek, hogy mire gondolok? Remélem, hogy vágjátok, hogy mi a stájsz. Úgyhogy ilyenekre érdemes lenne pénzt költeni, de viszont ugye addig nem fogsz tudni ilyenekre pénzt költeni, mert horribilis ára van. Amíg nem termelsz pénzt. Egyébként tudom, hogy az ekét úgy kellene lerakni, hogy menet közben úgy kellene felvenni, az lenne a legjobb metódus, de talán nem lesz olyan nagy baja. Remélem egyébként, nyugodtan írjatok ötleteket, mert módosulhatnak a szabályok menet közben. Hogyha valami jót kitaláltak, akkor nyugodtan, jó? Egyébként belső nézetet annyira imádom, komolyan mondom. Hát a szemem megállt tőle. Nagyon szeretem. Hát nagyon sokat fogunk húzni, de belső nézetezni, remélem nem probléma. Nagyon imádom. Hát igazából így adja a feelinget. Ugye megvan a kormányom, meg mit tudom én, bot kormányom, az nekem sok. Az nekem sok, mert ugye próbáltam meg minden, de az, hogy így mindig ide pakolni, meg elpakolni, meg izé, meg az már nekem, meg egy nyűszög, tudod, amikor tekered a kormány, belehaladszik a mikrofonba. Az nekem már erős, nekem a billentyűzet tök jól megfelel, nem kell nekem ilyen extra dolog. Egyébként 9 tempomatra beállítottam, de már nem bírja elhúzni 9-szel, hanem ilyen 7-tel 8-szel ezt a 3-esekét. A modoknak az árait annyira nem mahináltam, elég jól be vannak lőve. Tehát nincs ilyen nagyon kirívó eset, hogy mit tudom én, 200-ért tudsz MTZ-ket venni, amivel így gyakorlatilag nagy előnyt szerezhetnék. Meg hogyha olyat tapasztalunk, akkor menet közben is, akkor azt nem fogom kihasználni. Tehát, hogyha mint 1 euróért lehet venni traktort, vagy véletlenül bennmaradt olyan ár, akkor azt nem akarom kihasználni. Tehát nem, ilyen trükkökhez nem fogom folyamodni. Semmilyen trükkhez nem fogunk folyamodni, mert igazából csak egyszerű lenne. Mit tudom én, ilyen trükkökkel élni, hogy veszel 10.000 MTZ-t, átírod a config file-ba, hogy 1 milliárd eurót érjen, azt egy részig tartana, nem semmilyen trükköt nem fogunk alkalmazni. Ja, meg azt a trükköt fogjuk alkalmazni, már biztos eszébe jutott mindenkinek, hogy hú, mekkora ötlet, mert a régebbi farmingosok azok vágják, hogy ez van, hogy megveszek egy földet, learatom, eladom a cuccot, és utána eladom. És akkor gyakorlatilag, ami rajt volt, az ingyen volt. Ezt nem, ezt sem alkalmazzuk. Ilyen hülyeségeket nem fogunk csinálni. Tudom, hogy benne van a játékban, de hát ez nem reális.
hogy egy földértéke nem ugyanannyit ér, hogyha megvan előnyítődő falba, meg utána levágod róla a fát. Ez gondolom mindenki tisztában van, mert hogy ez nem úgy működik a valóságban se. Én egyébként örülök neki, hogy jól működik ez a... Ez a... Egyébként nem összeszántunk, hanem szétszántunk, most jövök rá, hát biztos már írtátok. Hát nem összeszántunk, hanem szétszántunk. Nem, de hát már már adok, szétfele. Ugye lehetne úgyis, hogy középről haladsz kifele. Na igazából összefele haladsz, de ugye szétfele dobatod. Most. Úgy gyönyörű ez az MTZ, ez nagyon tetszik, és egyébként ez is már összkerék meghajtás, hogy egy akkora gardán meg differenciál mű van középen, hogy az őrület. Mindjárt megmutatom. Kiszállunk, várjál, figyeld. Mondani, van ott izé. Azt a betyád, nem igaz? Hát még úgy van megoldva, figyeld már. Ó, nem, le akartam googolni, mivel googolná? Basszus. Ja, kontroll, az előbb kerül kontrollt nyomtam. Na, itt még úgy oldották meg, hogy nem ilyen gólyalábakon van, látod? Még laprogós megoldás, tök durva. Ugye ez egy nagyon régi technika lehet, azt szerintem mennyi lehet? Ez ilyen 50-es évek körül? 50-es, 60-as évek talán? Ugye itt a 82-esnél, meg az 52-esnél már gólyalábak vannak, tehát annak köszönhetően ugye magasabb lett a úgymond hasmagassága, tehát ez a differenciál műház, ez följebb került ennek köszönhetően, ugye. Sőt, azt lehet, hogy nem is úgy van megoldva már. Nem, itt már nincs is az. És akkor ugye itt van ez körül, a csap körül fordul el, az a gólyalábos első szerkezet. És a laprugó az ugye ki lett vágva, a lengéscsillapítás magába a gólyalábba van, egy ilyen rugó ott van. Ott helyezkedik el, gyönyörű egyébként. Na, szép az a mód, tetszik, nagyon jó. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... igen, meg a gardán se így jön le, ugye már az 50-es... 52-es, 82-esnél. Nagyon szép. Tök jó, tetszik, nagyon jó az a mód. Csodálatos, jó, koszolódik minden, szuper. Na, megyünk ám még tovább, bocsánat. Beugrunk. Milyen, micsoda fotel van? Micsoda fotel. Egyébként ugye lehet rá kabint is kérni. Szándékosan ilyen cabrio verzióba kértem. Nem, esküszöm, tetszik, szép. Jó, de haladjunk gyerekek, mert lassan lejár az időm. Úristen, lassan arra gondolok, hogy egy órás részek kevesek lesztek, mert már a 42. harmadik percnél járunk. Na, nem baj, ezt már meg kell csinálni. Jó, hát igazából az első részben ugye elég sok mindent így sikerült átbeszélni. Úgy próbáltam a szabályokat így átvenni, meg igazából közben majd talán ti is írtok. Ezt mindenképpen fel tudjuk most szántani, megtankoljuk akkor a... De semmi, nem, egy órásnál nem akarom tovább hosszabb részeket csinálni, inkább tényleg sűrűbb legyen, mert... Ne az legyen, hogy ilyen 2-3 órás részekkel fogunk dolgozni. Itt már ugye egyikben nem tudunk sajnos ráfordulni, hanem itt tolatgatnunk kell. Elég szépen leszálltjuk egyébként. Nekem tetszik, tetszik a szálltásom, gyerekek, tetszik a szálltásom. Hoppá, hogy elhúzta bele a barázdába, belevágta a barázdába az első keréka, az MTZ-t. MTZ! Csodálatos. Csodálatos, és ez valószínűleg egy exportra szánt MTZ, mert ugye vörös színe van általában a belpiacos. Szovjet traktorok, az a kék színűek, ugye? Vannak, mind az autókban vannak, tudjátok, a GDM-ek, amik japán belpiacos autók. Na, ez a MTZ-nél a kékek. Olyan, mint hogyha az összes japán belpiacos kocsi kék lenne. Itt az összes MTZ
vagy a kék, amelyik a szovjet piacra készült. A külföldi piacra készültek azok a perosak. Töltés úgy látom van. Az nem tudom mi az, a jobb oldali az töltés lehet. A bal oldali... az mi a szar? Nem tudom, a jobb oldali... vagy nem, a jobb oldali az üzemanyag. Aha! Kíváncsi vagyok, hogy az reálisan mutatja, ezek a műszerek reálisan mutatják a dolgokat. Na, erre marad kíváncsi vagyok. Mármint legalább az üzemanyag talán reális lesz. Az üzemanyag a jobb oldali, én azt mondom. A bal oldali a töltés, ugye? És a középső, az talán valami hőfok akar lenni. De majd kijavítatok, akik jobban tudják. Oké? Okay. Tök jó kopottas, nagyon tetszik. Olyan, mintha régebben fehér lett volna, és pirosra lett festve, és a piros kezdre megkopni. Régebben nem tetszett, hogy így csillognak a FS-19-ben a járművek, ezért az FS-15-nek a kopott járművei tök jobban jöttek. De egyébként lehet ilyen felfényesedett festés simán a valóságban, egy régi járművel. Sőt, ugye nem is, tényleg nem is az, hogy új, hanem föl van fényesedve, ugye? Oda nézve az olyat rúg, hallod gyerekek, ez sokáig ezt az MTZ-t nem fogom tudni elkezelgetni, mert vannak bajok vele. 34, amikor izé nagyon küldöm neki, tehát nem izébe gyomom, nem tempomattal, hanem padlózom, úgymond, akkor azért számomra a kicsi. Ezért kerét és kirevigyük elég izé korhatta úgyis. Jaj, de jó lesz hajnalban nekiállni, krumplit ültetni, meg mindent csinálni. Már úgy értem, hogy amikor hajnalodik. Így próbálom azért a napszakokat is értelmesen csinálni. Tehát tényleg akkor pörgetünk, ahogy mondtam, amikor muszáj. Jó, na ezért le kell húzni a szélét egyenesre, hanem csupos lett. Meg ott benne maradt egy csik, azt majd mindjárt leszántam. Na most egy majdnem full fordulót kell toldom, ez az. Motorló, tök jó, hogy motor teljesítményt írja meg a csúszást, nekem ez nagyon bejön. Ez a mod nekem bőven elég egyébként, tényleg vannak ilyen, hogy váltani tudsz meg ilyen nagyon advanced dolgok, de nekem azok annyira nem jöttek be, mert nem annyira úgy működtek, ahogy én nekem szeretném. Összkereket tudsz kapcsolni, egyéb hülyeségek, meg diffizárat, nem tudom, lehet, hogy később behakjuk, de nem látom szükségét, hogy annyira bonyolítsuk itt a helyzetünket. Amúgy se egyszerű helyzetünk meg, ugye? Hőre. Még egyszer minimum le kell húzni. Üzébe. A számtáson azért billeg rendesen kaptam. Mert itt már nagyon köpörögni. Föszántjuk a dolgok a gyerekek, föszántsuk. Nem tudom egyébként... Seven Days to Die-jal kapcsolatban ugye néha írták, hogy ne spoilerezzem el az index képpel, hogy mi történik a részben. Hát nem tudom egyébként, hogy valószínű, hogy el fogom spoilerezni, hogy azért mindenki tudja, amiki nézi, hogy akkor most az érdekli-e jobban az a téma, mondjuk a számtás, vagy inkább ez a gép, ugye. Mert sokszor lehet, hogy egy géppel fogunk dolgozni. Jó, kiemeljük, aztán visszavegyek ezeket a fűcsavókat itt elcsapott. Ne maradjon itt, jó? Jó, itt ezt is van egy kicsit. Nem tolatunk aztán. Gyönyörű egyébként, szép ez az MTZ. Komolyan mondom, ennek örülök, hogy ezt megtaláltam. Ezt azt hiszem nem küldtétek, vagy lehet, hogy küldte valaki. Csak az a baj, hogy azért nem is nagyon tudom kiemelni a neveket, mert ugye sokszor... Hogy csúszik te Jézus, meg hogy szenvedte? Atya Isten, nagyon jó egyébként. Nagyon jó ez az MT, gyönyörű egyébként, gyönyörű. Komolyan mondom, ez egy szép gép. Ez egy szép gép, gyerekek. Na itt ezt keresztbe le kéne húznom. Nem. Itt lehúzzuk, erre.
Jó, ide barázdáltam keresztbe, tudom. De hát jobb, mint hogyha ilyen rút lenne. Na hát ez nem jó, ugye? Ezért nem lehet, nem lehet visszafordulni egy olyan ekével különben, amelyik nem... Ugye nem tudod átfordítani, mert akkor egyszer erre robotod, egyszer arra robotod, és akkor minden lesz, csak jó, nem? Hát most egy játékban vagyunk, hál' Isten, annyira emiatt nem fő a fejem. Nagyjából megcsináljuk, hogy olyan értelmesen nézem ki. Csodálatos kis területünk, mindjárt megnézzük külső nézetbe. Eltávolítunk egy kicsit. Ugye mégis hogy néz ki. Egyébként mindenféle jármű került bele. Minden a Rábától a 180-asig, a 300-as, a 250-es, felmetező helikopter, dútra több fajta, Rába kamion, vagyis teherautó. Úgyhogy lesz itt minden, meg kamasz hegyek, meg minden, tényleg, azért nem akarom így megmutatni az elején, mert nagyon sokszor az volt, ugye, amikor köztünk egy ilyen sorozatot, egy óráig azt mutogattam, milyen modok vannak. Szerintem inkább, amikor majd venni akarunk, akkor sokkal izgalmasabb lesz így megnézni, hogy na mire van pénzünk, vagy mire nincsen. Egyébként 40%-os a ideje, ha néha a sleep. Tök jó látni, hogy azért ott rúg. Ugye érzékeled is, hogy rúg a gép, de ez tök jó, hogy így van egy mérőszám, amivel meg tudod nézni. Természetesen még egy rossz terimon sincs, úgyhogy egy jó koszos gépekkel vagyunk megáldva először, szóval ez semmi gond, gyerekek, semmi gond. De viszont megpróbálunk rendet tartani, annak ellenére ugye hatékonyságra megyünk, azért nehogy legyen, hogy egy ilyen reterált legyen az egész. Jó van, ott az a fűcsomót, rohadd meg. Ó, de még milyen jó hangja van, nem tudom, hogy mennyire hallatszik, és mennyire hallatszik az én hangom, remélem, de nagyon nem csesződik el. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a jobb oldali üzemanyag jelző az. Egyébként ezek a karok itt az elején a hidraulika karok akarnak lenni? Ezt valaki írja már meg. Biztos az, ugye? Hidraulika szivattyúnak a különböző karjai. Vajon három kör, nem csak az nekünk, vagy mi ez? Nem tudom pontosan. Ugye ehhez már lehetett társítani azt a nagy kabin fölött elhúzó rakódót. Ugye nem homlok rakódó volt gyakorlatilag, hanem egy ilyen kabin fölött el... mozduló. Szép lett a szállt. Nekem nagyon bejön a szántás. Itt keresztbe szántottuk kicsit. Nem baj, gyerekek. Na, lerakom a izét, zekét. Na, olyan helyre, ahol nagyon nem zavaró. Hova ide rakom a izét, volt kocsi mellé. Tök jó belső nézetben, annyira szeretek a belső nézetben menni. Hát sajnos lemosni nem fogjuk tudni, gyerekek, ez ilyen. Azért nem engedtem le, azért dobtam le, hogy nehogy itt elkezdjünk szántani az ellen. Jó, gyerekek. Szerintem a kultiválást ezt hagyom, mert elvileg a szántás itt megfelel kultiválásnak is, ugye. Hát méz kell hozzá, hol az francba lehet mézt venni, meg mennyire lehet egyébként a mézt venni. Én nem is tudom kiszórni, úgyhogy teljesen mindegy. Jó, gyerekek, akkor meg kellene tölteni egy platóról a ízet. Hordra nézzetek, milyen szép volt. Gyorsan külső nézetben megnézem a földünket. Na, hordra nézzetek, mert teljesen jó, nem? Hát van egy kicsit elkünk. Attól ugye azért van egy kicsit behúzva, mert ott van fa. Még ott is vannak fánk, teljesen nem tudtam kivenni a szélére, de nem favágással akartam kezdeni, mint minden egyes sorozatot általában kezdenek. Ez szerintem tök jó lett, tök szuper. Jó, akkor belső nézet természetesen, megtöltjük a vetőgépet, vagy az ültetőgépet. Azt megnézem kívülről, hogy ez mekkora vagy. Hú, hát ez gyönyörű, ez tök jó. Ez tök jó, ez is olyan rozsdás ütőt kapott. Azt megnézem, hogy ez, hogy hozok egy zsákot. Lehet, hogy mégiscsak használta a lekötés. Lehet, hogy lekötötte, annak ellenére, hogy nem fölötte húzta át. Igen, le volt kötve baza. Yeah. Azt nézem, hogy ezt nem tudom megtölteni. Valahogy így, de mi? Ez mi? Jó, hát akkor esélyes, hogyha lerakjuk mondjuk ide a kuka tetejére, akkor már beledobja a kukába, hülye gyerek, mi? Ide rakom a kuka tetejére, megnézzük, hogy meg tudjuk-e itt tölteni. Aha! De akkor a platóról is megtudnám, nem is lenne fontos a... Aha! Meg is töltöttük 100 liter burgonya, benne van.
Prodálok a platóról megtöltsük, tök jó. A Ford T-modell, vagy nem tudom mit csinálnak a platójáról. És nagyon jó, mert egyesével rakja bele. Nagyon állat. Ó, hát ez majdnem tele van. Tök jó, gyerekek. Oké, el is fogyott. Jó, nem tudom, hogy mennyi... Na, ugorjunk be. Nem tudom, mennyi kell majd. De akkor a következő részbe elültetjük, gyerekek. Krumplit! A burgonyát! Sőt, el is kezdhetném. Hát, ez nagyon tetszik, gyerekek. Hát nem tudom, az hogy fog működni. Hogy van? Be kell kapcsolnom B-vel ezt is? Aha, be kell kapcsolnom is. V-vel meg leengednem. Na, hát akkor ültessünk egy kis krumplit, hát már miért ne? V. És akkor B. Elvileg csináljuk. Hát azért fogy. Meg eléggé, baza, eléggé megfogja 40%, rúgnak a kerekek, mint a disznaj. És elég gyorsan is fogy. Hát ez nagyon jó. Gyerekek, a krumplira megyünk rá. A krumplira! Egyébként nem biztos, hogy le kell vágni a tetejét. Nem tudom, hogy le kell vágni a tetejét. Arra vagyok kíváncsi. Hát de jó lesz ki. Nagyon jó. Na. Még egy vissza, lehet, hogy még egy barázdával arrébb kellene. Biztos, hogy elvessük. Hogy elültessük, hát nem vettük a krumplit, hanem ültetjük, gyerekek. Nem viccel. Hogy ez most? Honnan tudom, hogy be van kapcsolva, gyerekek? Ez egy kicsit vadító nekem. Ah, be van, jó van. Én meg akartam nézni, hogy hogy rúgjunk a kerekeknek. Ja, rúg, mint a disztó. Főleg az eleje. Nagyon jó. Nagyon jó, tetszik, tetszik. Megindul a gazdálkodás. Nem tudom, mennyi pénzünk lesz ebből egyébként. Remélem, hogy azért valamennyi csúra egy csepper. Ezt egész jól össze sikerült hozni. A krumpli ütetés, gyerekek, régen krumplit ütett, nézőre szoktunk kézzel. De hát az úgy volt, hogy így, emlékszem, hogy... Fater ki szokta húzni kapálógéppe. Volt egy ilyen kihúzója, sor kihúzója. Aztán általában nem nagyon tudta elhúzni a kapálógép, mert ugye zolajdomság, meg mi egyéb. Azt mit csinálhattam? Én nekem volt egy madzag a nyakamba, 10 éves koromban azt húztam a kapálógépet, hogy tudja kihúzni a sort. Utána meg ugye úgy ültettük, hogy egyet lépték, krumpli a lábad elé, egyet lépték, krumpli a lábad elé, egyet lépték, krumpli a lábad elé, mögötted megment valaki, ezt kapával meg csapta be, úgyhogy nem volt ez a nagyon egyszerű dolog. Jó, Istenem. Régen hogy rüheltem, de térnének vissza azok az idők. Az ember mindig annyira szeretne és siettetni az időt, ami hogy múljon el, amivel éppen van, de hát ez nem túl jó, mert minél gyorsabban elmúlik, annál gyorsabban elmullaszta is. És azoknak üzenem, akik még nagyon fiatalok és már nagyon meg akarnak nőni, meg nagyon akarnak mindent, hogy külön lenni, meg minden, hogy el fog jönni az idő, viszont azt az időt, amit most élnek meg, azt viszont nem fogják visszakapni. Úgyhogy az az idő el fog jönni, amire vágytok, de azt az időt már nem fog eljönni még egyszer, amiben most vagytok. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy ezt megtanulja valaki minél hamarabb, mert annál inkább értékeli azt az időt, amiben van. De hogyha későn jönsz rá, mit tudom én, nem most, hanem 10 év múlva, akkor ugye elveszítettél 10 olyan évet, amikor értékelted volna azt a kort, amiben vagy.
Akkor lehet, hogy értékelni fogod, amiben vagy. De vissza fogod sírni, amiben most vagy. Érted? Remélem, hogy mire gondolod. Úgyhogy ez jön utolsó bölcs gondolat így a végére, mint a... Hogy is hívják? A Szomszédokban volt, tudjátok, meg a Dallasban. Ugye a végén volt egy nagy igazság. 64%, 80 körül indultunk. Nem tudom, hogy elég lesz-e a krumplik, gyerekek, mert egyre hosszabbodnak a sorok. Hát van még izék, van még pénzünk, lehet, hogy be fogjuk fektetni. Az a baj, olyan gazos lesz, gyerekek, hogy ezt el nem tudjátok képzelni, meg még megmeszezve sincs. Szóval nem nagyon fogunk annyira meggazdagodni ebből. Hát jó van, gyerekek. Csináljuk. Az elején elég nyögvenyelősen fogunk haladni, de arra gondoltunk így magunkba, hogy hát miért ne? Haladjunk nyögvenyelősen. Tudunk beszélgetni, tudunk sztorizgatni. Jaj, imádom. És úgy érzem, hogy elérkezett az az idő. Sajnos, gyerekek. Hogy az első rész végére értünk. Szóval itt közben én elbúcsúzgatok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sorskártya ötletek jöhetnek még. Mod ötletek jöhetnek, bár lehet, hogy már benne az a mod, ugye, amelyiket te szeretnéd. Viszont várom a kommenteket is, és figyelek, hogy milyen ötleteitek, milyen gondolataitok lennének. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi csöltésztel!